A VOSZ női vállalkozói szekciója újonnan megalakult Baranya vármegyei csoportjának vezetője Egerszegényi Koncz Eliza lett. Első alkalommal egy napjainkban igencsak aktuális témáról tartottak fórumot, mely szinte minden vállalkozást érint, viszont ők női vállalkozói szemmel próbáltak értelmet adni a különböző generációk munkavállalásai során jelentkező értékeknek, mondta a csoportvezető. Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Baranyában megalakult a női vállalkozói szekció, aminek a célja a kapcsolatépítés, a közösségépítés, illetve oktatás, és tervezzük meg a jövőben is, hogy hasonló rendezvényekkel próbáljuk bevonni a női vállalkozókat, és szeretnénk a társadalomnak is felhívni a figyelmét a női vállalkozók értékeire, mert hogy egy picit láthatatlan munkát végeznek, és hát, hogy kitűnjenek ők is, hogy társadalmi szerepet vállalnak. A női vállalkozói szekció elnöke Lakatosné Lukács Zsuzsanna a 2022-ben megalakult szekció eddigi feladatvállalásairól, céljáról beszélt. Elmondta, hogy megalakulások óta azt igyekeznek bizonyítani, miért fontos női vállalkozóknak érdekképviseleti, edukációs és közösségépítő tevékenységet végezni. Ezért ezt a missziót országszerte hirdették. Ehhez kerestek női vállalkozókat, illetve női vezetőket, akik hasonlóan úgy gondolják, érdemes ezzel a témával kiemelten foglalkozni. Mindig elmondjuk, hogy a női vállalkozói szekció az nem arról szól, hogy egy feminista szervezetet építünk, éppen arról szól, hogy a női vállalkozóknak, illetve a női vezetőknek vannak olyan erősségeik, illetve vannak olyan hiányterületeik, amiket érdemes azonosítanunk, beszélnünk erről, és közösen, vállalkozókkal közösen, érintett szervezetekkel közösen megoldani ezeket a kérdéseket. Az elnökasszony azt is elmondta, hogy azért női vállalkozókat összefogó szekcióról van szó, mert egy női vállalkozót, vállalkozást más motivál, mint egy férfit. Sokszor kisgyerek mellett indítanak vállalkozást, szerintem legtöbben erre gondolnak, amikor a nők gazdasági szerepvállalásáról beszélgetünk, vagy olyan kényszerből indít vállalkozást, amikor azt mondja, hogy ő már munkavállalóként nem tud tovább lépni, elérte az úgynevezett üvegplafont, és ahhoz, hogy a saját megszerzett szakmai tapasztalatát, tudását a legjobban tudja használni, ezért ezt vállalkozói keretek között érdemes neki vagy csinálni. Aztán a rugalmasság, ugye az a fajta vállalkozói rugalmasság, amit egy kisvállalati méretkategóriában még meg lehet valósítani, az megint csak egy nagyon nagy érték a női vállalkozók szempontjából. Tehát sokszor olyan témák is felmerülnek, amelyek egyébként adott esetben egy férfi vállalkozónál kevésbé jelenik meg. A megalakult szekció első rendezvényét szeptember 26-án csütörtökön tartották a Pécsi Tudományegyetemen. A fórumba online módon országszerte is bekapcsolódhattak az érdeklődők.